Zentai fejlesztésekkel folytatjuk a műsort. A stúdió vendége Stantić Sebastian, a községi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyi utat sikerült leaszfaltozni az önkormányzatnak? Hát idén kötöttünk egy 2 évre szóló szerződést a utak aszfaltozására, nagy beruházási alap, a vajdasági nagy beruházási alap támogatásával. Ez összesen 17 utcára vonatkozik. Ennek az összértéke 250 millió dinár, és idén ebből ki fogunk vitelezni 9 utcát és egy közterületet, ami a focipálya körüli közterület, illetve jövőre 7 utcát. Ez hozzátartozik még, hogy a tavalyi év folyamán is egy hasonló támogatási konstrukcióban szintén kiaszfaltoztunk 10 utcát, tehát ennek a városvezetésnek, illetve a mandátumnak az ideje alatt 27 utca fog, ami eddig földes utca volt, aszfalt burkolatot kapni. És ezek az utcák merre vannak? A központ környékén, vagy településeken, falvakban, vagy hogyan tudták ezt megosztani? Ezek az utcák mind zent a településen vannak, de igyekeztünk arányosan felosztani, hogy a 3 helyi közösség, a Kertek, a Centártópart, illetve a Tiszapart alvég helyi közösség területén is mindenhol legyen aszfaltozás hasonló mértékben. Azért idén ki kell emelni azt, hogy idén javarészt a Kertekbe koncentráltuk ezeket az eszközöket, hiszen a Kertekben a legnagyobb lemaradás a településen. És egyébként általánosságban véve hogyan áll Zent a aszfaltos utak tekintetében? Hát azt el kell még mondani, hogy Zent a község területén, tehát a településen és a falvakban is még több mint 50 utca vár aszfalt burkolatra. Ez volt az infrastruktúrális fejlesztés, ami Zentán legkevésbé volt előre haladott állapotban. Ugye tudjuk azt, hogy Zentán prioritást a kanalizáció csövek lefektetése, illetve a csatornahálózat lefektetése, illetve a szennyvíztisztító kiépítése élvezte eddig. Ez szinte már a végéhez ért, még 3-4 utca szakasz van, nem is teljes utcák, ahol hiányzik a csatornahálózat, és ezért a prioritást innentől fogva az aszfaltozásra helyeztük. És mit mondanak az emberek az új aszfaltnak? Az az igazság, hogy a tavalyi évben több konfliktusa volt a kivitelezőnek, a polgárokkal, akinek a gyümölcsfája lógott éppen arra részre rá, vagy a parkolója lett kicsit kisebb. Ezeket idén elenyésző számban tapasztaltuk. Azt látjuk, hogy az emberek elfogadták, hogy ez a munka elindult, sokkal közreműködőbbek, és igazság szerint várják, hogy kinek az utcája mikor kerül sorra. És a következő kérdés ez, hogy mely utcák következnek most? Jövőre a Nemanyina utca következik, a Niksityka utca, a Munkás utca, a Móricz Zsigmond utca, Petár Gorcsics utca, a Zöld utca, és azt hiszem, hogy felsoroltam mind a hetet, de hát a teljesség igénye nélkül ezek az utcák várhatják jövőre az aszfalt burkolatot. Beszéljünk egy kicsit a zentei vasútról is. Ugye a vasútállomás felújításáról is beszámoltunk az elmúlt hónapokban, hogy ott munkálatok folynak. Jelenleg hogyan áll ez a beruházás? Az infrastruktúrális minisztériumnak volt egy beruházási terve, illetve egy nagy beruházási projektje, aminek keretén belül több vasútállomás is megújult a Vajdaság területén. Ebből az egyik legnagyobb beruházást a zentai vasútállomás épületének a felújítása igényelte. Zentán évek óta kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a vasúti közlekedés, akár a teherközlekedés, akár az utas közlekedés ne szűnjön meg. Nemrégiben újították fel a simpárokat, amik a község területén, illetve a község és Szabadka között terülnek, illetve bonyolódik rajtuk az utas szállítás. Most, amikor a Belgrád-Budapest vasútat építik, ez az egyik alternatív útvonala a teherszállításnak is. Úgyhogy nagyon reméljük azt, hogy a jövőben további vasúti fejlesztésekre is sor fog kerülni Zente. És a Szabadka-Zenta járat mit hozott a községnek, az önkormányzatnak? Élnek vele az emberek? Használják ezt? Egyre gyakrabban élnek vele, hiszen most már normális idők intervallumon belül el lehet jutni Zentáról Szabadkára vonattal is, valamint a korszerű mozdonyoknak köszönhetően teljesen kényelmes európai színvonalú közlekedés, ami Zente és Szabadka között bonyolódik. És ugye általában ilyenkor az a legfontosabb, hogy jó legyen a menetrend, hogy ezzel kapcsolatban mit tud mondani? Hát a menetrendet az kicsit megzavarta, ugye, hogy most volt ez a vasútállomás felújítás, de a vonat az rendszeresen közlekedik. Kicsit kényelmetlen volt így az utasoknak, de reméljük, hogy hamar ezek az akadályok is megszűnnek. Milyen más fejlesztések tudtak megvalósulni az elmúlt időszakban Zentán? Tudjuk, hogy az emberek mindig ezt várják.
Ami az utakat illeti, a határutakat is rendeztük ugyanúgy, ahogy minden évben eddig. Itt talán a faluk mindig nagyobb hangsúlyt kapnak, de a zentai helyi közösségek területén is, ami a várostól kívül esik, illetve azok az útszakaszok, amit a mezőgazdászok használnak, azokat szoktuk ilyenkor rendezni. A Bátka felé vezető út volt idén az egyik legnagyobb prioritás, hiszen az emberek több ízben is petícióval fordultak az önkormányzathoz azért, hogy ezt az útszakaszt teljes egészében próbáljuk meg szanálni, hiszen kedvelt üdülőhelyé is válik a mákosi rész az zentaiak körében. Gazdasági ügyekben is kérdezném, hogy hogyan áll az önkormányzat munkaerő tekintetében, gyárak tekintetében, van-e lehetőség önöknél? Hát azt kell mondjam, hogy Zenta területén szerintem állandó igény van az új munkaerő alkalmazására. Itt a munkaerő kínálat és a kereslet kell az, hogy talán egyensúlyba kerüljön, hogy a munkadók milyen típusú munkavállalókat keresnek, és milyen típusú munkavállalók vannak jelenleg Zentán. Zentán a dolgozók száma 7 és 8 ezer közöttre tehető. Ez azért szokott fluktuálni az év közben, hogy ugye a szezonmunkákból kifolyólag. Azok a munkások száma, akik ebből a közel 8000-ből Zentán élnek, az 5000 fő körülre tehető. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a munkásoknak, akik Zentán dolgoznak, 50%-a ingázik Zentára. Hát gyakorlatilag egyfajta központ alakult már ki ott a Tisza partján. Hát alapvetően Zenta mindig is egy jelentősebb ipari város volt. Sajnos a privatizációk után ez egy időszakra csökkent ennek a jelentősége, de a dohánygyár is egy több mint 50 millió dolláros több éves fejlesztési tervet jelentett be, és minden gyár, aki Zentán dolgozik jelenleg, stabilan üzemel, úgyhogy várjuk a további befektetőket adott esetben, és reméljük, hogy ez a lakosság szempontjából is pozitívan tud majd kihatni. Nyilván fizetések emelkedéséhez is vezethet, hogyha nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Alapvetően igen, ez egy közgazdasági törvényszerűség, de hogyha megnézzük az országos statisztikákat, akármennyire is hiszünk vagy nem hiszünk a statisztikai hivatalnak, de hogyha összehasonlítsuk több községgel is, akkor Zent az élmezőnyben van a fizetések. Maradjon is így. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.